Átadták a Széchenyi Városért díjakat és az elismerő okleveleket szombat délután a város részhetén. A Széchenyi Városért Egyesület tagjai 2020-ban adták át először a kitüntetéseket azzal a céllal, hogy elismerjék azoknak a személyeknek, intézményeknek, civil közösségeknek a munkáját, akik hozzájárulnak a városrész környezetének szépítéséhez, formálják a közösséget, programok szervezésével gazdagítják a szabadidő eltöltését, nevelési, hitéleti tevékenységet végeznek az itt élők megsegítése céljából. Idén a Szent Család Lébánia és a Lánchíd utcai sport általános iskola kapott Szécsényi díjat, Német Imréné közös képviselő, Nagy Katalin a közösségi kert koordinátora, valamint a Katona József könyvtár Széchenyi Városi Fiók könyvtára pedig elismerő oklevélben részesült. A díjakat Engert Jakabni alpolgármester az Egyesület alapító tagja, Bétót Katalin az Egyesület elnöke, valamint Bujovcsics Gabriella a díjak készítője adta át.